Bódai Sós Judit, minek is a jámbor óriás. Egyszer régen, hegyeken, tengereken, s még három falun túl élt egy óriás, minek is. Azért viselte ezt a különös nevet, mert születése után az óriások nemzetségének minden tagja ezt kérdezte. Minek is született meg ez a szerencsétlen, hiszen még bömbölni se tud rendesen. Való igaz, már csecsemőként is igen csendes volt minek is. Aztán hamarosan kiderült, hogy nem csupán csendes, de jámbor is. Az óriások minden vadsága, erőszakossága hiányzott belőle. Olyan békés, szelíd lélek volt ő, mint a kalamb. Nem is tűrték meg maguk között sokáig. 77 napon át űzték, kergették hogy soha többé ne találjon haza. Így került egy kicsi erdő közepébe, a világ végének közvetlen szomszédságába. Amikor megérkezett az erdőbe, fél tőle minden állat, de még a fák, virágok is. Hanem hamarosan elmúlt az általános félelem, mert kiderült, hogy minek is igen jó lélek. Nem bántott ő senkit, éppen ellenkezőleg. Ha valamelyik állatka bajba került, a szendeóriás volt az első, aki a segítségére sietett. Ezért aztán az erdő minden vadja, aprója, nagyja megszerette a száműzött behemótot. és lassan szokássá vált, hogy esténként köréje gyűlnek, együtt társalognak és bolondoznak vele. Minek is legfő mutatványa a két orjuka volt. Ha jobbat befogta, és a ballal fújt rá valamire, akkor az tüzet fogott. Ha viszont a bal orlikát fogta be, és a jobbal fújt meg valamit, akkor az nyomban jéggé dermett nem mondhatnánk éppen hasznos tudománynak, de kellőképpen mulatságos volt az erdei jószágok szemében. Minden este bőszen hahotáztak minek is orfú vintageain. A jámbor óriás nem panaszkodott száműzetése miatt, mert az erdőben kedves barátokra lelt. Egyetlen szomorúsága volt csupán. Feleségre vágyott, de mind hiába közelben, távolban nem akadt egyetlen jóra való óriáslány sem, aki párjául szegődhetett volna. Egy reggel éppen halászni indult minek is, amikor megbotlott egy kidőlt fában, és úgy hasra esett, hogy a fél erdő beleremegett. Amint feltápászkodni készült, meghallotta, hogy valaki jó ízűen kacag az ő balesetén. <laughs> – Micsoda ügyetlen behemót! <laughs> hallotta az óriás egy feje fölé hajló ágról. Nem szép dolog kinevetni más baját, zsörtölődött minek is, miközben talpra állt. Teljesen igazad van, kérlek, ne haragudj rám miatta, változott kérlelővé az előbb még nevetős hang. Tudod, én nagyon vidám természetű vagyok, de mostanában sokat szomorkodtam, az eséset pedig olyan vicces volt, hogy hirtelen kitört belőlem a nevetés, nem tudtam visszatartani. Jól van, nem haragszom. Nem ütötted meg magad? Nem, de hogy kutya bajom. Erős csontjaim vannak, és vastag bőröm. Látom, látom. Én viszont még mindig nem látlak téged forgatta fejét az óriás abban a reményben, hogy valamerre megpillantja beszélgető társát. – Hol vagy, és ki vagy te? Ekkor egy faágról egy apró emberke ugrott minek is lába elé. Olyan kicsi volt, hogy könnyedén elférhetett volna az óriás tenyerében. – Pitypanga nevem – mondta az emberke. – Réti tündér vagyok. – Ha réti tündér vagy, akkor mit keresel az erdőben? csodálkozott az óriás. – Azt hiszem, hogy éppen téged kereslek. Ugye te vagy minek is, a jó lelki óriás? – Igen, én vagyok. Miért kerestél? – Azért, mert azt hallottam rólad, hogy ha akarsz, bármit jégét tudsz dermeszteni, vagy tűzzel elégetni az orrod segítségével. Igaz ez? – Igaz, bizony, válaszolt minek is. De eddig nem sok hasznát vettem ennek a tudományomnak. Neked miért fontos ez? Mert bajba kerültünk, és abban bízom a többi réti tündérrel együtt, hogy te talán tudsz rajtunk segíteni. Tudod nekünk az a dolgunk, hogy felügyeljük a réten élő növények életét. Én például a pitypangok felelőse vagyok. Néhány napja furcsa dolgot tapasztaltunk. Amíg alszunk, virágaink egy része elég, néhány pedig jégédermed. Na hát, éppen úgy, mintha én csinálnám az orjukaimmal. Úgy bizony, de én nem tennék ilyet soha, tiltakozott az óriás. Nem is gyanúsítunk téged, hiszen azt is mesélték rólad az erdőlakók, hogy kedves, jámor óriás vagy, sietett megnyugtatni őt Pittypang. Akkor miért tőlem vártok segítséget? – Azért, mert talán egy hozzád hasonló óriás garázdálkodik éjjelenként a rétünkön. Vele pedig csak te tudnál elbánni. Igaz, igaz, ti nagyon kicsik vagytok hozzá, bólogatott a behemót. Akkor ne is vesztegessük itt tovább az időt, inkább mutas, hogy merre menjek. A kis réti tündér el is indult rögvest, de folyton az óriás lába alá keveredett, alig győzte őt kerülgetni minek is, így aztán nagyon lassan haladtak. Ezért végül az óriás a vállára ültette pigypangot és egy-kettőre kijutottak az erdőből. Hamarosan megérkeztek a tündérek rétjére. Minek is teljesen lenyűgözte a sok pompázatos virág szépsége. Piccpanck büszkén mutatott körül birodalmán, majd megmutatta a megfagyott és elégett virágokat is. Közben előkerült a többi réti tündér is, és fel alá szaladozva mutattak újabb és újabb sérült növényeket. Már napok óta ez megy, panaszolta az egyik tündérlány. Szinte minden éjszaka megfagy és megég néhány virág. Na, ma éjszaka nem lesz gond, mondta határozottan minek is mert itt fogok örködni, és nyakon csípem a rongálót, bárki legyen is az. Amikor aztán besötétedett, a réti tündérek mind aludni mentek, csak az óriás maradt ébren. Hogy ne legyen nagyon feltűnő, ő is leheveredett egy bokor mellé, de a szemét nyitva tartotta. Holt fényes éjszaka volt, szépen átlátta őrhelyéről az egész rétet nem is kellett sokáig várakoznia, mert a szomszédos hegyek felől súlyos léptek döngése hallatszott, majd hamarosan felbukkant a rét egy másik óriás. Minek is úgy látta, hogy valamivel kisebb nála, de azért még így is elég termetes lény. Egyelőre nem mozdult őrhelyéről, csak csendesen figyelte, hogy mit csinál a másik óriás. Az idegen behemót úgy sétálgatott a réten, mintha csak a virágokban gyönyörködne. Aztán váratlanul eltüsszentette magát, s erre az egyik orjukából lángnyelv, a másikból jégfúvallat tört elő. Egy virág azonnal porrá égett, egy másik pedig jégé dermet a szerencsétlen tüsszentés miatt. Minek is azonnal felpattant őrhelyéről, és egy pillanat múlva már a másik óriással szemben állt, úgy ripakodott rá. – Mit csinálsz? Elpusztítod a virágokat! Erre az idegen, aki egy jó fejjel alacsonyabb volt nála, elsírta magát. <laughs> – Ne haragudj! – hüppögte vékony, lányos hangon. – Nem akartam bántani a virágokat, hiszen szeretem őket, csak, csak tudod, megfáztam is, folytott tüsszögtöm kell. – Hiszen te lány vagy, álmélkodott minek is, és nem is vagy erőszakos vad, mint a többi óriás. – Igen, bólintott az óriás lány. Tényleg nem vagyok erőszakos fajta, és valóban lány vagyok. Hibácska a nevem. Azért hívnak így, mert a szüleim szerint én csak egy kicsi, hibás, félre sikerült óriás vagyok. Kicsi, mert születésemtől fogva kisebb voltam, mint a velem egykorúak. Hibásnak pedig azért tartanak, amiért nem hajlok a rosszaságra. Sosem akartam gonosz, goromba vad dolgokat művelni. Nem tehetek róla. Egyszerűen ilyennek születtem. Lehet, hogy tényleg félre sikerültem? Amikor látta a családom, hogy végképp nem tudnak semmi rosszalkodásra rászoktatni, elzavartak otthonról. Azóta itt élek a közeli hegyekben. Egy barlangban bujkálok nappal, de éjszakánként gyakran előjövök ide, főleg, ha ilyen szép, fényes az éj, mint most, hogy megcsodáljam ezeket a szép virágokat. Pci! <hállítható> mondta szipogva, majd ismét tüszentett egy hatalmasat. Ezúttal azonban minek is résem volt, és egy nagy darab követ tartott hibácska orra alá. A kő felfogta a lángcsóvát és a dermesztő jégfuvallatot, így most nem esett kár egyetlen virágban sem. Tessék, adta át a követ a lánynak. Tedd el, ez egy zsebkőtömb. Mindig hordok magamnál egyet hasonló esetekre, nehogy bajt okozzak. Na hát, csodálkozott most hibácska. Köszönöm. Úgy látom, hogy te sem vagy gonosz fajta óriás, és neked is ilyen különös orrod van, mint nekem. Igen, sok haszna nincs, de meg lehet szokni, mosolygott minek is. Bár sosem gondoltam volna, hogy van a világon valaki más is rajtam kívül, akit hasonló adományjal áldott meg a sors. Ráadásul te is óriás vagy, de békés, kedves is, talán éppen olyan magányos, mint én, mintha az égiek is egymásnak teremtettek volna bennünket. Hibácska írult, pirult, miközben minek is hallgatta. Az óriás fiú sokat mesélt még magáról azon az éjszakán, de mesélt a lány is. Egymásra találtak, és mire megvirradt, úgy döntöttek, hogy együtt is maradnak. Minek is reggel bemutatta az óriás lányt a réti tündéreknek. Hibácska bocsánatot kérte, miért kártett a virágokban, és megígérte, hogy ezentúl jobban fog vigyázni. A tündérek pedig örültek, amiért ilyen szerencsésen megoldódott a gondjuk, és vidáman integettek az erdőfelé ballagó óriás párnak. Minek is hamarosan feleségül vette hibácskát, és azóta is jámboran élnek, ha meg nem haltak.